Attila a hun király kardjával kapcsolatban elég sok kérdőjel van, azonban Bécsben ki van állítva egy szabja, ami az ő nevével van fémjelezve, csak hogy az a fegyver 10. századi és egész biztosan magyar fegyver. Ezt a Bécsi Művészettörténeti Múzeum szakemberei is megerősítették. Akkor hol van az a fegyver, ami tényleg Attiláé volt? Attila kardjára több jelző is került. Az egyik ilyen az Isten kardja, illetve a másik a Mars kardja. A fegyverről római történetírók a kor történészei meséltek. Priscos volt, aki leírta azt a legendát, mely szerint egy pásztor fiú találta meg a kardot, mikor az kimerevedve a földből felsértette a bárányának a lábát. Ezt a fegyvert állítólag Attilához vitte, aki a legenda szerint ezáltal az egész világ fejedelmévé lett rendelve. A fegyvert Priscos Mars római hadistenhez kötötte, de úgy, mint a hadisten kardja. A magyar legendákból ismerjük csak úgy, hogy Isten kardja. Herszfeldi Lambert krónikás az, aki megírta, hogy Attila halála után Árpád fejedelemhez került a kard, ami Attila hagyományainak továbbvitelét volt hivatott reprezentálni. Johann Pistorius szerint Attila kardját Salamon magyar király ajándékozta oda Schwab Otto bajor hercegnek. A kard még több német ajkú főúr birtokába is került, utoljára Merzburgi Leopoldot említik meg, aki halálakor lóhátról ejtette le a kardot. Ezek a történetek természetesen nem igazolják a fegyver eredetét, illetve azt, hogy közel lenne Attilához. Ami ki van állítva Bécsben, csupán a nevét viseli, de történelmi bizonyíték nincs arra, hogy az az övé lett volna, hiszen, mint már mondtam, 10. századi magyar szabjáról beszélünk. Korábban azt hitték a történészek, hogy ez Nagy Károly német-római császár kardja, szóval elég sok kérdőjel van a történelemben.